A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Nos, kedves nézőink, a globális élelmiszertermelés a világon 76%-a a méheknek köszönhető. A világ szántóföldjeinek 1,3 része, tehát egy harmada beporzás függő. Egy hazánkban 1,2 millió méhcsalád él, 20 ezer termelő, mintegy 28 ezer tonna mézet állít elő. Erről fogunk többek között beszélgetni, vendégem pedig természetesen Antal István méhészmester. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. No, hát mézárakról fogunk beszélgetni elsősorban, de természetesen szóba kerül később az apiterápia, hiszen ez egy fontos pillanat volt, a múlt héten volt egy bejárás, illetve egy találkozó, ami nagyon-nagyon, azt hiszem, hogy sikert aratott már megint. No, egy kicsit visszatekintünk, hiszen az, hogy az élelmiszertermés 76%-a a méhektől függ, ez nagyon-nagyon fontos. Ez azt jelzi, hogy hazánkban is rendkívül fontos kell, hogy legyen. Emellett pedig a mézárakról kell, hogy beszéljünk, mert viszont itt óriási változások voltak. A 2014-től a koronavírus járványig ugyanis nem volt drasztikus változás a mézárakban. Ez az elmúlt 2-3 évben változott. Amikor is, ugye 2022-ben 1412 forint volt pontosan, tavaly viszont már csak 927. Ez annak is köszönhető, hogy a tavalyi hosszan kitolódott őszi időjárás megbolygatta a méhészek életét is. 2-3 héttel kitolódott a nyár, az ősz is, aztán hirtelen gyorsan jött a tavasz, tehát ez változásokat jelent. Miként éltétek meg ti, méhészek, ezt? Hát nagyon felemás és rossz helyzetek alakultak elő, mert igazából, hogyha a környezeti változásokat figyelembe vesszük, akkor teljesen felborult minden a sok-sok éves tapasztalatok alapján. Minden felborult, mert ha az idei évet vesszük, akkor minden egy hónappal előrébb van. És ez a méhek életét is nagyon befolyásolja, mert a méhcsaládok nem tudtak úgy felfejlődni, hogy ők hatékonyan tudjanak dolgozni. Aztán hogy a növényzet, az akár a vadon élő növények, vagy akár a termesztett növényeink is, és valahogy a telet télnek a végét előbb érzékelték, és minden előbb indult be. Gyakorlatilag a méhészek kapkodnak, és próbálják menteni a menthetőt. Igazából mostan a napjaink, vagy a heteink erről szólnak, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk még ebből a katasztrofális helyzetből. Ugyanakkor itt, ahogy elkezdtem ezt az egészet, az árzuhanás az meglehetősen komolyan érintette a méhészeket, hiszen ha azt mondjuk, hogy 2022-ben ugye mondtam 1412 forint volt, ma pedig 927 forint. Miközben az eladási ár az elmúlt időszakban volt először, a termelői mézről beszélünk, 1800-1900 forint, 21-ben 2436 forint, a tavalyi évben pedig 2895 forint. Borzasztó nagy különbségek. Nagyon nagy különbségek. Hát a méhészek megpróbálják, mivel megnövekedtek a költségeink, ezt ugye érzékeljük akár az üzemanyagban, vagy pedig egy munkabérben, de bármi, ha csak a cukor vagy a gyógyszerárakat vesszük figyelembe, ezek mind-mind drasztikusan megemelkedtek, és a méhészek ezt a megnövekedett költséget, ezt megpróbálják érvényesíteni az áraikban.
És az a probléma, hogy igen, a közben pedig a felvásárlási árak azok pedig estek le, és azok a méhészek, azok a nagy méhészek, akik olyan mennyiségű mézet állítanak elő, hogy már kénytelenek hordósan kereskedőnek értékesíteni, ők most teljesen kiestek az értékesítésből, mert nem elég az, hogy nyomott áron vásárolják, nincs is igény, nincs kereslet a hordós mézre. Igen, hogyha emögé nézünk, ott sajnos olyan piaci szegmensekkel kell versenyeznünk, mint ugye a hírhet kínai méz, vagy kelet-ázsiai mézek, amikkel az a probléma, hogy ők egy hamisítványok, ők nem mézek. Aztán bejött a piacra, ami igazából sok-sok évig nem volt jelen, az ukrán és ebből a régióból származó mézek. Most őnáluk talán mézről beszélünk, és azt mondjuk, hogy ez méz, csak ott meg olyan problémák vannak, hogy amit a magyar vagy az uniós termelőktől megkövetelnek, a törvénykezés megkövetel, hogy milyen eljárásokkal, milyen hatóanyagokat használhatnak a termelés során, azokra az ukrán és azoknak a régiónak a termelőire nem vonatkoznak. Igen, ez óriási probléma annál is inkább, hiszen egy ideig volt tilalom az ukrán mézre, a tilalom megszűnt, mondván, hogy az eladók így veszteséget szenvednek. Ugyanakkor, ha most is körülnézünk a boltokban, ott van az ukrán méz, és bár a jelölés most változott, hála Istennek, ugyanakkor mindez idáig nem tudtuk a kínai méznél sem, hogy az kínai. Csak nagyon annyit tudtunk, hogy unión kívüli, de az lehetett bármi. Az ukrán mézről pedig végképp nem, hiszen olyan címkék jelennek meg, hogy ez a méz bárhonnét származhat. Így van. Most van némi változás. Bizony. Ez mennyit segíthet egyébként? Hát igazából a vevők oldaláról, hogyha a vevők öntudatosan nyúlnak ehhez a termékhez, akkor némi nemű segítséget ad, de igazából a teljes megoldást nem tudja adni. Most a törvényhozás csinál egy olyan rendeletet fogadtak el, amiben ország szerint kell feltüntetni a származási helyet, sőt, ha kevert mézekről beszélünk, akkor a legtöbbet, a százalékos arányban a legtöbbet tartalmazó a mézet, legtöbbet tartalmazó országot előre kell venni a felsorolásban, és utána pedig szépen sorrendben a legkevesebbet tartalmazó mézet adó országot. És így a vevő, ha tájékozódni akar, akkor ő meg tud arról tájékozódni, hogy egyáltalán ez a termék ez honnan származik, amit ő elfogyaszt és esetleg a családjának ad. És így talán valami némi nemű segítséget ad, de ez egy közvetett segítség, ami azt jelenti, hogy először a vevőknek kell öntudatosnak lenni, és hogyha a vevők öntudatosak, akkor onnantól kezdve segítik a magyar termelőket. Igen, hát az árértékarány fontos. Ugyanakkor a terméktanács, illetve a mezőgazdasági szakterca ilyen értelemben ura a helyzetnek? Miként látják a méz társadalomban? Hát igazából küzdenek, mert nagyon nagy küzdelmet folytatnak azért, hogy életben maradjanak a magyar méhészek, de amit még ők se láttak az év elején, hogy például most itt vagyunk április végén, május elején, és ugye Magyarországon a legfontosabb méhészeti termékünk az akácméz, az akác kivirágzott. Igen, hát a globális felmelegedés nem kíméli nyilván. Nagyon nem kíméli, és gyakorlatilag ott vagyunk, hogy az idejében nagyon-nagyon az körvonalazódik, hogy vagy nem lesz akácmézünk, vagy ami lesz, az nagyon silány minőségű lesz. És ez, tudom, hogy ez így rosszul hangzik, de lehet, hogy az utolsó szögek egyikét veri a koporsójába a magyar méhészetnek, mert nem elég, hogy a piaci körülmények ilyen katasztrofálisak, akkor meg még a természet is rátesz egy lapáttal.
megint nem jött egy olyan év, ami legalább egy átlagos termést hozott volna. Ugye beszéltünk a nagyokról, a nagy termelőkről, hát ők valahogy majd átvészelik nyilván, viszont félő, hogy a kis termelők közül jó néhányan, ahogy ez Fejér megyében is előfordult, abba adják a méhészetet. Ez mennyire veszély? Hát ez igazából nagyon veszélyes, mert valahova oda kéne átalakulni a méhészeknek, hogy ha kézműves termékként a saját termékeiket értékesítik, és tényleg jó minőséget adnak, akkor talán a kereskedőket, hogyha ki tudjuk iktatni a termelésből, és a termelőtől egyenesen a fogyasztóhoz megy a termék, akkor talán ők fent tudnak maradni. De ehhez kell egy olyan árszínvonal is, ami ugye gazdaságossá teszi a termelést. Na most azok a nagy méhészek, viszonylag nagy méhészek, akik több száz családdal dolgoznak, és ennek a sok családnak a termékét már nem lehet üvegesen értékesíteni, onnantól kezdve ők vannak egy olyan veszélyben, hogy amikor egy piaci szegmens kiesik, egy hordós méz, akkor onnantól kezdve ők nem jutnak bevételhez. Igen, és akkor még egyszer ismételjük el, mert nagyon-nagyon fontos, ez nem csak a világban van úgy, hogy az élelmiszertermelés háromnegyed része a méhcsaládoktól függ, illetve beporzás függő az összes szántóföldünk, ez hazánkban is így van értelemszerűen, bár Amerikában ezt már kézi erővel megoldják, de az egy másik világ teljes egészében. És ez rendkívüli veszélyeket hordoz mindenképpen. Ugye. Tehát ha azt vesszük, hogy én magam is tudom, hogy itt Fejér megyében is jó néhány méhész abba hagyta, hiszen nem volt gazdaságos semmiképpen sem, mármint főállásokról beszélek, de ez óriási veszélyt hordoz a mezőföldön is. Hát igen, hogyha csak a piaci oldalát vesszük a méztermelésnek, persze lehet olcsó mézhez jutni, lehet behozni a Magyarországra, az Unióban olcsó mézeket, és akkor lehet a boltok polcaira ezt kihelyezni, de beporzást nem tudunk adni. Ez a beporzás nem helyettesíti. És azért én úgy gondolom, hogy a méhészeti szempontból legalább olyan fontos, hanem fontosabb a beporzásnak a ténye, mint egy piaci terméknek a megléte, és hogyha nem tudják a vevők életben tartani a magyar méhészeket, mert itt már a vevőkön múlik, ha nem tudják, akkor, és egy méhész feladja, akkor onnantól kezdve az az állomány is kiesik, amivel ő idáig dolgozott, mert igazából amikor arról beszéltünk, hogy a méheknek a szeretete, a méheknek a szerelme, akkor az egy nagyon-nagyon jó dolog, és egy tényleg fantasztikus dolog, de ha egy olyan racionálisan nézzük, hogy ez egy termelő eszköz. És ezt a termelő eszközt, hogyha valaki feladja a méhészetet, és azt mondja, hogy szeretné értékesíteni, mint termelő eszközt, nincs neki piaca. Egyértelmű. Viszont arra is gondolnunk kell, hogyha eltűnik a piacról ilyen értelemben a méhezet, akkor a méhek is. És azon gondolkodtam, hogy vannak-e megfelelően. Ugye tudjuk, hogy a finanszírozási rendszer azzal, hogy az Unió a mezőgazdaságot támogatja jelentős mértékben, és ehhez a kormány is hozzájárul. Ebből mennyi részt kap a méhészet? Hát vannak-e olyan pályázatok, amelyek segíthetnek a bajon? Nyilván az időjáráson nem tudnak segíteni. Igen, vannak állatjóléti támogatások, vannak cukorgyógyszer támogatások, léteznek a támogatások, ez némi nemű segítséget is ad a méhésznek, de hogyha ezeket a támogatásokat, és nem akarom lekicsinyülni ezeknek a jelentőségét, mert van jelentősége, de hogyha ezeket mindig összegezzük, akkor a költségeknek egy részét talán fedezik, de nem biztos, szóval az biztos, hogy az összes költséget nem tudják fedezni, és szükséges, mindenféleképpen szükséges a piaci jelenlét, a piaci értékesítés, mert annyi bevételt nem tud adni, hogy fent tudják tartani a méhészek,
És ez igazából, amikor olyan nagyon jó kezdeményezés az állati jóléti támogatás összeget is ad, de nem csak a méheknek kell fennmaradni, hanem a méhészek családjának is fenn kell maradni. Igen, főleg az időjárás változás okán is, hiszen azért tudjuk, hogy bár most elsős idő jön ezekben a napokban, de utána kitör a nyár, és 30 fok felett lesz már májusban is végig, jószerivel. No, viszont mi találkoztunk május 1-én is, 5 éves volt a Sóstói Természetvédelmi Terület, a látogatóközpont, és ott volt a mézlovagrend is, milyen napot zártatok, hiszen az nagyon-nagyon fontos. Csodás napot zártunk, igazából szép számmal meg tudtuk magunkat mutatni, a Szent István mézlovagrend tagjai szép számmal összejöttek, és mindenféle formában megmutattuk magunkat, külsőségeinkben is, az egyenruhánkat, a tallárunkat felvéve próbáltuk emelni a rendezvény fényét, és én úgy gondolom, hogy kedves színfoltja voltunk a rendezvénynek. Ezen felül több méhész kijött mészkóstolóval, és ott megmutattuk azt, hogy a régiónkban milyen mézek teremnek. A legkülönlegesebb mézeket is megmutatták a méhészek. Nagyon-nagyon sokat beszélgettünk emberekkel. Tényleg, amikor már a méhész kollega arról panaszkodott, hogy elfogyott a kiskanala, amivel kóstoltatta a mézet, és pedig rendesen bekészült, és azért ez valamit mond, hogy messze felül, a látogatottság messze felül múlt a vártakat. Aztán egy kedves méhész barátunk, aki mézes kalács készítéssel, kézműves mézes kalács készítéssel foglalkozik, ő is értékesíteni tudott szép számmal ezekből a csodás kis süteményekből. Aztán hát jó magam is megmutattam magam. Mert úgy megérkeztünk az apiterápiához, hiszen az apiterápiás ház is kiköltözött részben. Bizony. És megmutattuk magunkat, nagyon-nagyon nagy érdeklődés volt, és tényleg az egész napunk arról szólt, hogy ismeretterjesztés, környezetvédelem, az apiterápia, a méhekkel történő gyógyítás, és tényleg minden, ami ezzel összefüggésben van, és ami nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy odajött olyan család, aki nagyon érdeklődő volt, hosszú időt ott töltött, nagyon sokat beszélgettünk, és utána nagyon olyan dicsérő szavakat kaptunk, hogy tényleg azt mondtam, hogy érdemes ezért csinálni az egészet. Így van, ez egy nagyon jó út, annál is inkább, hiszen ezt megtapasztalhattuk egy héttel korábban, a hétvégén, ugye kint az apiterápiás házban is nyílt napot rendeztetek. Én azt mondom, hogy az példa, hogy a töpörtyüktől a nyugdíjas korosztályig nagyon-nagyon sokan vesznek részt ezeken a... És egy kicsit újítsuk fel, ismerjük meg újra, hogy az apiterápia alapját, mert hogy nyilván most hosszasan nem fogunk tudni erről beszélni, de azért nagyon fontos, hogy ezt elhoztátok, illetve hogy Magyarországon is elterjedt, és ráadásul itt Fejér megyében ugye az ászlóvivője vagy az apiterápiának. Igen. Mert mint élelmiszer gondolunk a mézre, a méhészeti termékekre, tudjuk, ismerjük őket, legalábbis nagyon remélem, hogy sok ember ismeri őket, de ha csak az alapjától vesszük, ha már valakinek a torokfájására ajánlunk egy mézet, hogy tessék, itt van, és egy mézes teát igyál, vagy kanalazzál mézet, és akkor meg fogja gyógyítani a fájós torkodat, már apiterápia. De propolis, mélypempő, virágpor, ezek mind-mind gyógyhatású készítmények, termékek, és ezek mind-mind a méhekkel történő gyógyításnak a részei, és akkor múltkor fogalmazta meg valaki, hogy apiterápiás ház a méhekkel történő gyógyítás királynője.
És annyira jól esett ez a gondolat, és tényleg úgy van, hogy amikor 7 évvel ezelőtt megalapítottuk a méhes házunkat, akkor még nagyon-nagyon el kellett mindenkinek mondani, hogy miről szól ez a dolog, és hogy itt nem, igaz, hogy méhekkel gyógyítunk, de nem a mészúrás a része, és itt nem, ez egy békés dolog, és most már ehhez képest az emberek köztudatába elég jól beleivódott, nagyon jól kezdik ismerni az emberek, és nagyon nagy szeretettel fordulnak felénk, és tényleg minden perce élmény, amit ezzel kapcsolatban élünk át. Igen, hát egyrészt ott vannak a foglalkozások, ami egy kicsit mélységet is ad, tehát olyan tudást ad, ami azért fontos a hétköznapokon, másrészt pedig maga a gyógyítás. Hogyne. Viszont ez egy folyamat része. Igen. Hogy állunk az országban ennek? Körülbelül olyan 15-20, pontos számot nem tudok, de 15-20 ház valósult meg az utóbbi években Magyarországon. Amire nagyon büszke vagyok, hogy elég sok méhész fordul hozzám, és viszonylag sok apiterápiás ház létrejötténél mentorkodtam. És szívesen átadom a tudást, hogy a méhészeknek legyen miből kiindulni, és legyen miből merítkezni. Úgyhogy igazából az volna a célunk, hogy 40-50 kilométerenként legyen egy ház. Igen, ez komoly szakmai kihívás mindenképpen. Nagyon. Igen, mert azért sok embert a távolság tart távol, pusztán az idő, meg a költsége is azért nem kevés, és hogyha ez sikerülne felépíteni egy ilyen hálózatot, akkor ez rendkívül nagy húzás lenne. De nagyon-nagyon sok ember megkeres olyan távolságokból is, ami tényleg nem elérhető, Mátrából, meg az ország különböző pontjain, és igazából én ajánlom azokat az apiterápiás házakat, akik földrajzilag őhozzá közelebb vannak. És akkor nagyon szívesen segítem azokat a kollégákat, akik ott vannak földrajzilag közelebb, és kapják meg azt a segítséget azok az emberek, akik rászorulnak. Igen, mert hogy ez nem csak szervi betegségeket gyógyít, hanem mentálisan is rendkívül fontos. Tehát az együttlét a közösséghez tartozást is megerősíti mindenképpen. Igen, és számomra is nagyon fontos az, hogy a lelkünk is együtt legyen ebben a házban, mert szerintem a személyes jelenlétem is fontos abban, hogy ez a ház működjön. No, hát ez egy nagyon jó, és azt mondom, hogy egyértelműen fontos jövőkép a tieitek. Köszönöm. Az, hogy mi lesz a méhész társadalommal, ehhez sajnos mi ebben az értelemben nem fogunk tudni olyan segítséget nyújtani, ami egyértelművé teszi, hogy igen. Azt tudjuk, hogy a méhész társadalomra szükség van, a méhekre nem különben, méghozzá kiemelten ebben a felgyorsult, változó világban. Meglátjuk. Én azt kívánom, hogy olyan idő legyen, ami jó a méheknek, jó a méhészmestereknek, és természetesen jó nekünk. Létezik ilyen világ. Biztosan. Mondanom. Köszönöm szépen, Vista, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mézről, a mézfogyasztásról, a méhekről, az apiterápiáról esett szó a mai adásban. Köszönöm még egyszer figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.